اتكلم مش على خوفك، كل يوم كل انسان يقول لك انا مش اشمعي ما تقوم تاني مش على خوفك، مش بدي اقول فوق مان، انا بدي اقول لك انا مش على خوفك، بعرف انت مش قمص الشمس بتاعت الرب انا مش مشتري اليوم بعرف ايش هذا؟ مين انا عندي شيرين في الشمس 100% لا يوجد مين عندي شيرين في الشمس 100% Minden szavamat hallani fogod, viszont, amikor hozzád fogok szólni és kinyitatom a szemedet, akkor maradsz ugyanebben a mechanikus állapotban, hogy nem most vagy. Számodra ez kellemes, megérintem a gondolkodat, és akkor megérintem a gondolkodat, elfelejted a nevet. Elfelejted a nevet, és bárki kérdezi, akkor igazából nem emlékszel rá egyáltalán. Maradsz ebben a mechanikus állapotban, és azt szeretném kérni, hogy mutatkozzál be neki, hogy hogy hívják. Bár nem kérdezem titek tőlük, hogy hívják. Aludj. És mi ez mélyebbre és mélyebbre? Mi ez mélyebbre és mélyebbre? Nagyon jó. Most pedig, ahogy csettintek egyet, emlékezni fogsz a nevedre ugyanúgy. Viszont, ahogy most emlékszel a nevedre, egész egyszerűen a bal kezedbe berakom ezt a kis kamarát. Nagyon jó. És a ragasztó annyira ráfolyt a kis kanára, hogy egész egyszerűen lehetetlen, hogy elengedd ezt a kis kanalat. Bármi történik is, ezt a kis kanalat nem fogod tudni elengedni. Hiszen ez benne marad a kezedben, benne marad, és lehetetlen, hogy elengedni. Most pedig felemeled a fejed, de maradsz ugyanebben a méhitlatikus állapotban, nyisd ki a szemed nyugodtan, maradsz ebben a méhitlatikus állapotban, és próbálj meg engedni ezt a kis kanalat. Dobd el! Dobd el! Nyugodtan szólhatod, hogy dobja el. Dob már, dobd el. Jó, aludj, és mész mélyebbre és mélyebbre, mész mélyebbre és mélyebbre. Az igazság, hogy a kis kanál hát az túl vékony volt, tehát nyilván nem tudja normálisan megtartani. Nagyon jó. Most pedig képzeld el, hogy a kedvenc szórakozó helyeden vagy, a kedvenc szórakozó helyeden vagy, és a kedvenc zenédet hallod. És ahogy a kedvenc zenédet hallod, azt a késztetést érzed, hogy neked arra táncolni. Táncolj el nyugodt, tehát ott vagy a kedvenc szórakozó helyeden, táncolj, kezdj el táncolni. Csak önfeledten táncolj, ez az, nagyon jó. Vagy melyik zenét hallgatod? Nyugodtan táncolj, hiszen ott vagy. Táncolj, éld át a műsort, hiszen táncolsz, és táncolj, ez az, ott vagy a szórakozó helyen, a kedvenc zenéd megy, és táncolj. Nagyon jó, táncolj, ez az. Nagyon jó. Jó, bakítod a táncot. Oké, és mész mélyebbre és mélyebbre, mész mélyebbre és mélyebbre. Képzeld rám, hogy az észre is van. Ez egyszerűen olyan hideg van, szinte már olyan megfagysz. Nagyon-nagyon hideg van. Nyugodtan fogd át a két karodat is, hiszen nagyon-nagyon hideg van. Érzed, hogy hideg van? Fázol? És képzeld el, hogy ez a hidegség átjön melegségbe. Meleged van. Nagyon jó. Nagyon meleged van. Hiszen ott vagy a tengerparton, egy kellemes hőmérséklet van. Nézd meg a szörfözőket, ott vannak a tengerparton. Annyira jól érzed magad. Nincs is hideg, nincs olyan kellemes melegség. Kellemes melegség van. Nagyon jó. És képzeld el, hogy itt vagy most ebben a tengerházban. És a kedvenc színészed is. Itt ül a kedvenc színészed. Itt ül. Nyisd ki a szemed, maradsz ebben a mély tudatos állapotban, és nézzél körbe, itt ül a kedvenc színészed. Ki az? Válasz. Ki az a kedvenc? És hol? Kérdezzél tőle nyugodtan. Beszélgessél vele nyugodtan, hiszen ő van veled szemben, beszélgessél vele. Hát nem tudom, mit kérem. Örülsz neki, hogy itt van veled szemben? Aha.
és hogy itt van veled szemben, hát nézd meg! Egyszerűen nem. Nyugodtan fogja vele kezelt, mutatkozzál meg. Nyugodtan, érj hozzá. Aludj, és mész mélyen, és mélyen, és mész mélyen, és mélyen, nagy jó, most pedig hármit fogok számolni. Egész egyszerűen visszaélsz, nagyon-nagyon jól érzed magadat, érezni, teljesen kiegyensúlyozott leszel, és olyan vidám leszel, egész egyszerűen, de előtte elmegyünk egy nagyon jó vígjátékra, jó? Képzeld el, hogy a moziban vagy. A moziban vagy, és egy lehetetlen jó vígjátékra. És egyszerűen elkezdesz nevetni rajta. És csak nevetsz, hangosan nevetsz, hiszen annyira jó az a vígjáték, hogy abba se tudod, hogy nevetni, és az életedben se láttál ennél jobban, és csak nevetsz, és nyugodtan nyisd ki a szemed, ugyanebben mi hívjuk, és nem mondod, de hát ott vagy a vígjátékban, és nézd a vígjátékot, és egyszerűen nevet. Olyan hangosan nevetsz, hogy nem tudom, hogy nevetés, hiszen boldog vagy ettől, hogy a vígjátékon ott vagy. Jó. És csak nevet a végjátékban, csak nevet, hiszen a legviccesebb részek van benne. Nagyon jó. Aludj, és mész mélyebbre. Nagyon jó. Most egytől háromig fogok számolni. Egytől háromig minden problémát és gondod elmúlik. Nagyon-nagyon jól fogod magadat érezni, ha kihozod a hipnózisból. És egész egyszerűen olyan boldog lesz, mert boldogságot még nem éreztél. Kinyitod a szemedet, és egyszerűen mosolyogni fogsz nevetni. Egy, kettő, három, nyisd ki a szemed, teljesen ébren vagy. Jól érzed magad?